Az ünnepek közelettével már elkezdjük előszedni, illetve leellenőrizni az erre az időszakra szánt díszeket, világításokat. Esetleg teljesen újakat vásárlunk. Nem is gondolnánk, mekkora veszélyforrást rejthetnek a nem megfelelően kiválasztott díszvilágítások. Elég csak pár másodperc, és lángokban állhat a szépen feldíszített karácsonyfa, legrosszabb esetben akár az otthonunk is. Ezért számos tényezőt kell figyelembe venni, amikor ilyen eszközöket szeretnénk vásárolni, mondja a szekszárdi elektrolit villanyszerelési szaküzlet munkatársa. A legeslegfontosabb szempont, hogy kültéri vagy beltérit szeretnénk, ezt lehetőleg szakkereskedésbe, szakembertől kérjük, ne használjuk mondjuk a beltérit kültéren, fordítva lehet, de beltérit semmiképpen, ugye nedvesség hatására zárlat és tűz keletkezhet, és azért ez balesetveszélyes. Aztán, ami nagyon fontos még a megválasztásnál, megfelelő hosszabbítót használjuk, ugye szintén ugyan a helyzet, hogy beltérit kültéren ne használjuk. Az üzletvezető azt mondja, fontos a megelőzés, vagyis ne vásároljunk úgynevezett zugárusoknál, csak is szaküzletben, szakember segítségével. Mindenképp ellenőrizzük azt, hogy a doboz tartalmaz magyar nyelvű használati utasítást, és ne feledkezzünk meg a garanciáról sem. Ezek a képek november 25-én Nagykunyhiban készültek, ahol egy lakóház tetőszerkezete és több helyiség kapott lángokra. Jól látható, hogy a 150 négyzetméteres épület szinte lakhatatlanná vált. A Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, akár egy adventi koszorú is okozhat hasonló károkat. Nagyon fontos, hogy a gyertyákat is folyamatosan egy masszív alátét fedje, ez ne legyen éghető anyagból, valamint a környezetére is ügyeljünk, hogy az éghető anyagokat lehetőség szerint mellőzzük. Tehát gondolok itt egy szimpla asztalra, egy asztalterítőre, egy ablakkeretre, ezek mind-mind tűzveszélyes anyagok, és természetesen a lakások illetve a házakban találhatóak még olyan anyagok, amelyek például műanyagokra gondolok, vagy lakkozott felületek, amelyek mind-mind alkalmasak arra, hogy a tüzet még inkább felszítsák. A fűtés szezon kezdete óta Tolna megyében 25 esetben kellett a tűzoltóknak lakástüzekhez kivonulni. Csak nem 310 négyzetméternyi területet emésztettek fel a lángok.